They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Megérkezett Poppy O'Hare. Holly O'Hare ikertestvére, aranyhaj lányainak egyike. Ez az első napja Ever After High falai között. Poppyra nem vár fényes jövő, az mind Hollyt illeti, ugyanis egy hajszállal előbb született, mint ő. Miért mindig te meséled az izgalmas részeket? Eldöntötted már, hogy milyen órákat veszel fel? Sajnálom, de még nem. Egyrészt a bájitalógia nagy durranásnak tűnik, szó szerint. De a hősképzés is varázslatos lehet. Ki ne vágyna sárkányokkal küzdeni? Nos, Poppy, nem ártana igyekezned, ugyanis holnap már kezdődik a tanítás. Mi történt a vasorú bábánál? Mintha a macska rúgott volna meg. Azt mondta, hogy estig meg kell választanom a végzetemet. Esetleg megkérdezhetnéd a többieket, hogy ők mit szeretnek a saját meséjükben. Köszönöm, Holly. Bűbájos vagy! Az előkelők élete nem könnyű, rajtad múlik a birodalom boldogsága, cserébe azonban daliás hercegekkel randízhatsz, már ha túléled a mérgezést. Az endülők nem rossz emberek, és nem is utálják az égig érő paszulyokat, vagy a paszulymászókat. Nos, ha előkelő vagy, akkor minden egyes napot kiélvezhetsz. Nem az lenne a lényeg, hogy az lehess, aki valójában vagy? És hogy ne kelljen titkolnod a valódi énedet? Boszorkányosan érvez. Ki belírozott? Az anyukám. Jobb, ha megyek. Na és? Sikerült választanod? Hát, úgy döntöttem, hogy nem vagyok hajlandó választani. Álljunk csak meg, ebben az ügyben muszáj döntened. A többiek elmondása alapján úgy gondolom, hogy a zendülők és az előkelők élete is izgalmas. Szóval, a legjobb lesz, ha egyszerre választom mindkét oldalt. Teljesen egyetértek, én is próbáltam megtalálni az előnyösebb oldalamat, de nem tudtam választani.